harmadik részének első 12 versében. Ezt a hosszabb részt ülve hallgassuk meg. Jakab levele harmadik részének első 12 versében így szól Isten igéje. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan. De ha valaki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányítjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlen gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene így lenni ennek. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Vagy teremhet-e a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, valamennyire ismerjük már magunkat, és ezért kezdtük a mi Isten tiszteletünket ezzel a kéréssel, hogy ezen az egész napon oltalmazd meg minket a bűntől. Oltalmazd meg minket itt az Isten tiszteleten is attól, hogy ne vegyük komolyan a te szavadat, hogy elengedjük a fülünk mellett, hogy másra értsük. Oltalmazd meg attól, hogy szétszaladjanak a gondolataink, olyan nehezünkre esik koncentrálni, rád figyelni, megalázkodni, megnyílni. Segíts minket, hogy legalább benned bízzunk annyira, hogy odafigyelünk rád. Hogy tudjunk tisztelni annyira, hogy komolyan vesszük, amit mondasz. Erősítsd meg bennünk azt a hitet, hogy te jót akarsz nekünk. Te mindenkinél jobban szeretsz minket. Így várjuk a te szavadat, amelyik ír és gyógyító erő. Olyan sokféle nyomorúságban szenved a mi életünk. Némelyiket már annyira megszoktuk, hogy fel sem tűnik. Sokszor már lemondunk, hogy megszabadulhassunk nyomorúságainkból. Máskor meg küszködünk, szaladgálunk, hogy valami megoldást kapjunk. Köszönjük, hogy nálad készen van a megoldás minden nyomorúságunkra. Olyan nehéz ezt elhinnünk. És még nehezebb kipróbálnunk. Segíts, hogy így jöjjünk most hozzád. Kérünk, hogy itt a megterített asztalnál hadd lássunk mélyebben önmagunkba, mint ahogy szoktunk. És hadd lássuk jobban a láthatatlanokat is. Téged. A láthatatlan, de jelenlévő Istent. És jusson el hozzánk a te szavad. Kételjeinken, lelki nagyot hallásunkon keresztül. Jusson el hozzánk, és tisztítson meg, ajándékozzon meg bennünket. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Ámen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem Mikiás próféta szavaival.
hozzánk télvén, könyörül rajtunk. Eltapossa álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnüket. Amen. Istenünk, mi mindnyájan vágyunk a tisztaságra, de megvalljuk, hogy illúziónak tűnik számunkra az, amit most énekeltünk, hogy mi egészen tiszták légyünk. Mégis a te kegyelmeddel reménykedve ezt kérjük. Köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy ez lehetségessé váljék. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Engedd ezt a csodát újra, vagy életünkben először igazán átélnünk. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, írva található a Mózes második könyve 20. részének 16. versében. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. A tíz parancsolat tanulmányozása során ma a 9. érkeztünk. Ezzel az igével Isten a nyelvünktől védi embertársainkat. Arra figyelmeztet, hogy nem csak úgy tudunk mi ártani egymásnak, hogy megöljük a másikat, hanem úgy is, hogy megszóljuk. Nem csak azzal tesszük sokszor szegényebbé egymást, hogy ellopunk valamit a javaiból, hanem úgy is, hogy ellopunk valamit a becsületéből, a jó hír nevéből. A Szentírás évezredekkel ezelőtt pontosan megfogalmazott már sok olyan igazságot, amit ma különböző tudományok nagy büszkén fejtegetnek arról, hogy az emberi szónak milyen hatalma van, hogy a beszédnek ereje van, hogy lehet beszéddel valakit megerősíteni vagy elcsüggeszteni, lelkesíteni vagy megbénítani, gyógyítani vagy sebezni, hogy a szó szoros értelmében lehet a beszéddel ölni vagy eleveníteni, óriási felelősség beszélni. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, ez azt jelenti, vedd komolyan azt, hogy nagy felelősség minden szót kimondani, és ezzel a felelősséggel beszéljünk. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, azt jelenti, hogy védd meg a másikat a nyelvettől, mert tudsz neki ártani. Sokszor úgy is, hogy oda sem figyelsz, máskor úgy, hogy akarod is. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, ez végső soron azt jelenti, hogy el kellene kezdenünk komolyan imádkozni azért, hogy adjon az Úristen mindannyiunknak bölcs nyelvet, hogy tudjuk erősíteni a megfáradottat beszéddel. A Heidelbergi K.T. 112. felelete olyan szépen összefoglalja mindazt, amit a Szentírás a 9. parancsolattal kapcsolatosan tanít. Mit kíván Isten tőlünk ebben az igében? Az, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam. Senkinek a szavait el ne csavarjam. Mást rágalmazó és gyalázó ne legyek. Senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalátságot, mint az ördög tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek, törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és fele barátom becsületét és jó hírnevét lehetőségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Minden benne van, amit Isten ebben az igében megtilt, és amit mi nap mint nap mégis gyakorolunk. Éppen ezért most az igében, mint egy tükörbe belenézve, azt nézzük meg először, hogy mik a 9. ige megszegésének a leggyakoribb formái, és aztán bűnbánattal hagyjuk itt ezeket a bűnöket ma az úrasztalánál.
Utána egy rövid versről szeretnék néhány megjegyzést mondani, majd a végén arra a kérdésre keressünk választ, hogy hol találkozunk a 9. igével Jézus történetében. Mik tehát e parancsolat megszegésének a leggyakoribb formái? 5 említek. Az egyik az, amikor észre se vesszük, hogy megszegjük. Amikor nem akarunk mi semmi rosszat, csak sok rosszat okozunk azáltal, hogy fecsegünk, locsogunk össze-vissza, felelőtlenül, meggondolatlanul, a cél, az indulat tisztázása nélkül, és akaratlanul ártunk ezzel egymásnak. Végeken egy-egy családi vagy baráti összejövetelen. Ha elfogy a téma, azonnal előveszünk valakit, aki nincs ott, és megbeszéljük a hibáit. Érdekes, hogy a hibái mindig érdekesebbek, mint az erényei. A jó hír nem hír, mondja a szólásmondás. Az, hogy mi jót tett, az, hogy mennyi érték van benne, mennyi lemondás árán teszi, amit tesz, senkit se érdekel. De a pletykára éhes szájak azt lesik, amit tovább lehet mondani. Ő se tudja pontosan, életében nem volt olyan helyzetben, ő is csak úgy hallotta másod vagy harmad szájból, egy kicsit még kiegészíti a fantáziájával és adja tovább. És fogalma sincs sok ilyen embernek arról, hogy beletaposott egy másiknak az életébe, belegázolt a becsületébe, összemocskolta a tisztaságát, a Szentírás nagyon éles kifejezéseket használ mindig, amikor a nyelvünk bűneiről van szó. Azt írja Pál apostol az efézusiaknak, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön. Rothadt, bűzös, büdös, fertőző beszéd jön ki sokszor a mi szánkból, anélkül, hogy észrevennék. És miért az jön ki? Hát csak azért, mert az van ott belül. Rothadt tartalmakat hordozunk magunkban, és mivel a szív teljességéből szól a száj, ami a szívünkön, az a szánk. Jó lenne, ha megtanulnánk, hogy ez önmagában még nem erény, hogy ami a szívemen, az a számon. Mi van a szíveden? A szívedben. Sok olyan indulat, amivel megsebezzük, nem ritkán halálra sebezzük egymást. Én közelről láttam évekig, hogy a falu nyelve, a falu szája élet-halál fölött döntő fórum. És akit egyszer szájára vesz a falu, azt kikészítik. De nem kell ahhoz falura menni. Itt városon, meg fővárosban is ugyanez van, sajnos még a gyülekezeten belül is ugyanez van. Locsogunk, fecsegünk össze-vissza, és nem vagyunk tisztában azzal, hogy minden szavunknak van valamilyen hatása, végez valami munkát, sokszor olyat, amilyet mi nem is akartunk. Nem egyszer láttam már kezeit tördelő embert, aki azt mondta, hogy ha tudtam volna, hogy ez lesz belőle, világért sem adom tovább. Hát mi tudhatnánk, hogy az lesz belőle, hogy abból csak valami baj lesz, ha továbbadjuk. Ha szeretetlenül, felelőtlenül, meggondolatlanul továbbadjuk, abból csak baj lesz, és nagy baj lesz. Meglepő az, hogy Jézus mennyire komolyan veszi minden szavunkat, amikor arról szól, hogy mi mindenért von felelősségre majd minket amanapon, a nagy ítéletkor, akkor ezt is mondja. Mondom néktek, hogy minden hiába való szóról, amit kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert a szavaid alapján mentenek fel, és a szavaid alapján ítélnek el. Minden hiába való szó. Hány ilyen hangozhat el csak egyetlen napon, egyetlen vasárnap délutánon az otthoni beszélgetések során, amivel nem akartunk mi sebezni, csak éppen sebeztünk mégis. És az, hogy nem akartunk, ez minket már, akik ezt tudjuk, nem ment fel a felelősség alól. Vannak emberek, akiknek annyira szokásukká vált ez, meg az, hogy egy kicsit megtoldják a történteket, hogy egyszerűen képtelenek úgy elmondani valamit, ahogyan az történt. Szokásukká válik a hazugság. Szokásukká válik a másik elleni hamis tanúzás. A róla való fecsegés. Isten igéje int és figyelmeztet most minket. Ne tanúskodj a te felebarátod ellen hamisan, úgyse, hogy csak úgy felelőtlenül, könnyelműen mondtad, hogy nem akartál te semmi rosszat, de valami nagy rosszat okoztál vele. Egyszer valaki elmondotta, hogy
Évtizedekig szolgált a falujukban egy idős bölcs lelkipásztor, és volt ott a faluban egy nagyon pletykás asszony, aki igen sok család békességét fölforgatta, és nagyon sok viszályt, vihart, kavart a felelőtlen locsogásával. És egyszer ezt az asszonyt eltalálta Isten igéje. Megrémült amiatt, hogy mi kárt okozhatott ő a szavaival, elment a lelkészéhez, amire emlékezett, azt meggyónta, és azt kérdezte tőle, hogy hogy lehetne mindezt jóvá tenni. És idős lelkészek néha szemléltető oktatást szoktak tartani hosszas fejtegetés helyett, és azt mondta, hogy menjen haza és hozzon egy kis pálnát. Csodálkozott ez az asszony, de engedelmeskedett. Az öreg papja megfogta a kis pálnát, elindultak a templomba. A templomban is föl a toronyba. Amikor úgy derékszögben egy kis ablak nyílott, kiszakította a pálna sarkát, és elkezdte szólni a tollat belőle kifelé. Vitte a szél mindenfelé a tollat. És azt mondta az asszonynak, hogy most menj le, lányom, és szedd össze. És az asszony azt mondta, az lehetetlen. Azt se tudom, hova hullott, hol találom meg, hova vitte a szél. És akkor azt mondta az öreg lelkész neki, hogy így van minden szabaddal is, amit pletykaként mondtál. Többé nem lehet összeszedni. Magad se tudod kiszámítani, hova hullik. Jóvá tenni azt, ami kárt itt okoztál, nem tudod. Erre a bűnre aztán végképp csak egy megoldás van. Igazán megbánni, és abba hagyni. Na valami ilyet tudunk, ilyet teszünk mi mindig a szavainkkal és a mondatainkkal. Nem is hittem volna, hogy odáig eljut, és akkor a lavina lesz belőle. De tudhatjuk előre, hogy az lesz. Jakab levelében olvassuk azt, hogy aki nem tudja megfékezni a maga nyelvét, annak az egész Isten tisztelete hiába való. Csinálhatunk, amit akarunk, mint hívő emberek, ha a nyelvünk nem áll Isten szent lelkének a fegyelme alatt, hiába valóvá lehet az egész Isten tiszteletünk. Ez talán a leggyakoribb, hogy oda se figyelek, csak beszélek, és közben hamis tanúságot teszek fel a barátom ellen. Ennél sokkal szörnyűbb az, amikor nagyon jól tudja valaki, hogy milyen hatalma van a szónak, és így használja fel azt fele barátja ellen, fegyverként. Így okoz vele sebet. A 9. parancsolat eredetileg a bíróság előtti hamis tanúzása vonatkozott. Nagyon nagy jelentősége volt, két tanú szavára minden dolog megállt. Emberek élete függött azon, hogy két tanú egybehangzóan mit mond. Ezért is van itt a 10 parancsolat között, hogy vigyázz, hogy mit mondasz a másikról, mert az életébe kerülhet az, ahogyan vélekedsz róla, vagy amit állítasz róla. És kicsiben ez történik nap mint nap akkor, amikor azt mondjuk, hogy megfúrnak valakit. Jó, ez a képes kifejezés. Valóban az történik, mint amikor egy hajót alulról megfúrnak, és elönti a víz, és elsüllyed. El lehet süllyeszteni egzisztenciálisan embereket. Egy-egy jól időzített, jól megfogalmazott, jól elhelyezett mondattal. Léket kap az élete, a becsülete, és nincs az az ember, aki azt valaha is befoltozza egészen. Isten őrizzen meg minket attól, hogy tudatosan használjuk az egymás elleni hamis tanúskodásnak a fegyverét. Különös egybecsengés van a 3. és a 9. parancsolat között. A 3. Isten a saját nevének a tisztaságát védi. A 9. az ember becsületének a tisztaságát. És az ember becsületében valamiképpen az Isten képűsége is tükröződik. Aki a másik ember becsületét megsérti, az Isten ellen lázadt. Isten nem tiltja meg nekünk azt, hogy előbbre jussunk, de nem a másik becsületének az árán. Nagyon sokszor úgy tesznek emberek hamis tanúbizonyságot mások ellen, hogy nem neki akarnak ártani, csak ők akarnak ezáltal előbbre jutni. De neki is ártanak. Isten nem tiltja azt, hogy mi előbbre jussunk, feljebb kerüljünk, többre jussunk. De ne úgy legyek magasabb, hogy rátaposok valakire. Ne úgy kerüljek előbbre a sorban, hogy kilökök onnan valakit. És ne úgy tegyek több valamire szert, hogy elveszem mástól. Ne úgy, hogy hamis tanúja leszek, hanem úgy, hogy összeszedem magamat, dolgozom, gondolkozom, és várom az ő áldását. És egyáltalán, amikor egymás ellen teszünk mi tanúságot, amögött mindig valami ördögi, démoni indulat húzódik meg. Az Újszövetség így nevezi a sátánt kategóriának.
ami azt jelenti, hogy vádoló. Ez a foglalkozása. Kezdettől fogva az utolsó napig vádol. Amikor az első ember szembefordult Istennel, és Isten számon kéri Ádámon, hogy mit cselekedtél? Vettél a fáról, amiről tiltottalak? Megszólal az első vádaskodás. Nem én, az asszony vett a fáról, és adott nekem, az az asszony, akit te adtál mellém. Egyszerre két irányba vádol. Az asszony az oka, és te vagy az oka végső soron, mert te adtál mellém ilyen asszonyt. És ettől kezdve hangzik ez a vádaskodás egészen az utolsó napig. Mert ama napon, az utolsó ítéletkor is a sátán vádolni fogja az Isten választottjait. Amikor mi egymást vádoljuk, testvérek, azzal mindig önmagunkat is mentegetjük. Ez egy áttételes, rafinált, nagyon huncut teljesítménye a bűnnek, hogy azért vádolom a másikat, mert magamat mentegetni akarom. Egy kicsit megdobálom sárral, és akkor szennyesebbnek tűnik, mint amilyen szennyes én magam is vagyok. De ne erről beszéljünk, arról beszéljünk, ami szenny ő hozzá tapad. Jézus Krisztus soha nem vádolt senkit. Jézus lelke a Szentlélek a mentegetésnek, a védelemnek a lelke. A paraklétos, a Szentlélek, a vigasztaló, azt is jelenti, hogy védő ügyvéd. Van szószólónk az atyánál, az ember Jézus Krisztus. Van védő ügyvédünk az atyánál. Amikor jönnek a farizeusok és a paragrafusokat citálva és az öklüket rázva, Jézus elé kísérjék a házasságtörő asszonyt vádaskodva, akkor a végén Jézus ajkán hangzik el ez a mondat. Én nem vádollak. Jézus nem vádolni jött minket, hanem mentegetni és megmenteni. Milyen lélek van bennünk? Aki hamis tanúságot tesz a másik ellen, az vádolja, és az valami ördögi léleknek adott helyet magában. Aki megtanulja önmagát vádolni, bűnbánattal alázatosan odajárulni Isten elé, és ezzel egyidejűleg másokat, mint egy mentegetni és az ő kegyelmébe ajánlani, abban munkálkodik Jézus Krisztus lelke. Stanley Jones, India nagy misszionáriusa, mondta egyszer egy barátjáról, akivel egy konferencián egy hétig együtt lakott, ez az ember valóban keresztjén, mert egy hete együtt vagyunk már, és még semmi jót nem mondott magáról, és semmi rosszat nem mondott másokról. Hol vagyunk mi ettől? És egymás ellen tanúskodunk hamisan akkor is, amikor valaki más vádol egy másikat, és mi hallgatunk. Nem védjük meg azt, akinek a becsületét bántják. Ó, de jellemző ránk ez a semleges magatartás, ez a hűvös számítás, ez az okos tartózkodás, ez a gyáva meghunyászkodás, ez a kegyetlen közöny. Miért áltsam én magamat a másik dolgába? De amikor mi teszünk hamis tanúságot valaki ellen, akkor nem kérdezzük ezt, hogy miért áltsam én magamat a másik dolgába. Így vezet félre és téveszt meg minket a bűn. Boldog, aki Isten világosságában fölismeri ezt. És elítéli Isten ebben az igében a hazugságnak minden formáját is. Ne tégyete fel a barátod ellen hamis, hazug tanúságot. Mindazt tiltja, ami hazugság. A gyermek fantázia hazugságaitól, a tréfa hazugságokig, a félelemből, becsvágyból, hiúságból, nyereségvágyból mondott hazugságoktól, a vallás színe alatt elhangzó hazugságokon keresztül, a propaganda és a diplomácia hazugságaiig, Isten igéje egy kategóriát ismer, hazugság. És ami hamis tanúbizonyság a másik ellen, azt ő bűnnek nevezi és tiltja. Hogy milyen veszedelmes dolog az egymás elleni hamis tanúskodás, azt mutatta szomorúan minden háborúnak a története. A fegyverek még hallgattak, de a sajtó már szította a másik elleni gyűlöletet. Hamis vagy félig igaz vádakkal. A békét munkáló ember mindig igazat szóló ember. Béke és igazság együtt járnak. Jézus a sátánról mondja azt, hogy hazug ő és hazugságnak atya. És végül van a 9. igének egy olyan megszegése is, ami hívő embereket fenyeget.
Ez pedig az, hogy igével is lehet hamisan tanúskodni. A ki nem mondott, elhallgatott igével, vagy a rosszul mondott igével. Gondolok ilyenekre, hogy hányszor megvigasztalják emberek egymást súlyos állapotban, az utolsó helyzetben. Hogy majd vége lesz, megnyugszol, és akkor az Úr Jézushoz kerülsz. Biztos az? Mindenki az Úr Jézushoz kerül? Azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, örök élete van annak. És aki nem hisz ő benne, azt kellene annyira szeretnünk, hogy amíg csak lehet, próbálunk Isten szeretettéről beszélni neki, és azt közel vinni hozzá. És nem megnyugtatni abban, hogy rendben van így minden. A nagypénteki latornak a kiáltását jobban meghallhatnánk. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. A halála előtti pillanatokban nyújtotta ki a kezét, Jézus szabadítása után. És megmenekült. Még ma velem leszel a paradicsomban, elhangzott az örömhír. Mi pedig sokszor elaltatunk, megnyugtatunk embereket a kárhozatban, vagy gyávaságból, vagy mert szégyeljük a Krisztus evangéliumát, vagy mert nem tudjuk, hogy mit kellene mondani. Ezékiel könyvéből jól ismerjük az igét, ha szót hallasz számból, intsd meg őket, mert másképp elvesznek, és vérüket a te kezedből kívánom meg. Ott van-e bennünk ez a csöndes készenlét, ez a felelősség, hogy nagy szeretettel, sok tapintattal igaz tanúbizonyságot tegyünk, ami fele barátaink mellett, érdekében, és ne hamisan tanúskodjunk ellenük, hogy minden rendben van így is, Isten nélkül, Krisztus nélkül, bűnben, majd valahogy egyszer jóra fordul. Megszeghetjük tehát ezt az igét tudatlanul is, hogy észre se vesszük, tudatosan is, hallgatással is, hazugsággal is, és még igével is, ha azt nem mondjuk ki, vagy rosszul mondjuk. És most hadd olvassak fel egy verset, amelyikben néhány fontos igazság, ami ebből az igéből is következik, igen szépen elhangzik. Zelk Zoltán, mert így igaz. 10 éve ajtót se nyitott, lába, mintha az űrbe lógna. Emlékeibe takarózva csak ül a villanyfény pókhálójában. Mégis miket beszélnek róla? Van, aki kávéházban látta, s lóversenyen, s belekarolva a körúton egy ifjú lányba. Holnap talán már azt beszélik, egész éjjel az utcát járja, és filkál disznó verseket hirdető oszlopokra, palánkra. Mert ilyenek az emberek. Ha valakit szájukra vesznek, az holtig sálban hentereg. Hát eresszük el fülünk mellett e varjú szárnyú szavakat. És mi, akik ablakán belátunk, mi mondjuk el most, mit is látunk. Valljuk esküvel, így igaz. 10 éve már embert se látott. Száján párává lett a szó. Körbejárják falábú percek, és lerakódik vállára a hó. Egész sor fontos igazság szólal meg benne. Az első az, hogy miket képesek beszélni az emberek. Vagy mondjuk csak így itt az úrasztalánál. Miket vagyunk mi képesek mondani? Milyen messze van a híresztelés a valóságtól? Aztán ott van benne az, hogy mennyire nem arra jellemző a pletyka, akiről mondják, hanem aki mondja. Honnan tudna olyan színesen és hitelesen elmondani olyan sok szennyet, ha maga nem csinálná, ha neki nem lenne ismerős? Bizony önmagáról beszél mindenki, aki a másikról pletykál. Mégpedig rendkívül veszedelmes helyzetbe hozza magát, mert a Róma 2:1-ben ezt mondja Pál apostol, menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert miközben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel te is ugyanazt cselekszed, amit a másikban elítélsz. Azután szépen kifejeződik ebben a versben az is, hogy mindenféle vádaskodásunk mögött valamiféle mentegetőzés húzódik meg. Mert ugye, ha ilyen ez az illető, hogy eféléket csinál, akkor én fel vagyok mentve az alól, hogy törődjem vele, hogy én legyek az, aki bekopogtatok hozzá, aki szeressen. Hát ha lóversenyre jár meg,
belekalol egy ifjú lányba a körúton. Akkor én föl vagyok mentve. Vádol a lelkiismeret, tudom, hogy nincs igazam. Tudom, hogy 10 éve már embert se látott. Nekem kellene talán lenni az egyik embernek, aki bekopok hozzá. De egy ilyenhez, azt nem. Mást vádolva mentegetőzöm. És ott van ez az erős kifejezés benne, hogy holtig sálban henteleg, akit mi egyszer a szájunkra veszünk. Hiába változik meg közben. Lehet, hogy már egészen más ember lett, mint amilyen volt. Lehet, hogy megtért, hogy új ember lett, mindegy. Rá van vésve a kartonnyára, hogy ilyen, és a hír, a híresztelés, a pletyka nem ismer törlést és módosítást. Holtig sálban henteleg. És ott van ez a határozott felszólítás a végén, hogy ha mi mindezt tudjuk, akkor az kevés, hogy ezt megállapítjuk. Akkor mi mondjuk el most, vegyük védelmünkbe azt, akiről mások ilyet mondanak. Akkor is, ha ez hálátlan feladat. Mert egyebek között erre adta Isten a mi nyelvünket, hogy védjük vele azt, akit más vádol. Hálátlan feladat, de jézusi szolgálat. És itt keresünk választ arra a kérdésre, hogy hol találkozunk a 9. igével Jézus történetében. Aki a Bibliaolvasó vezérfonala szerint olvassa a Szentírást, az éppen tegnap olvasta a Márk evangéliumában ezt a részt. Sokan tettek ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor jelentkezett két hamis tanú, és ezt mondták. Mi hallottuk, amikor ezt mondta, lerombolom a kézzel alkotott templomot, és 3 nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott. A főpap ekkor a középre állt, és ezt kérdezte. Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az Isten káromlást, mi a véleményetek? Azok pedig együttesen ezt mondták, méltó a halálra. Jézus Krisztus kereszt halálát közvetlenül hamis tanúvallomás okozta. Ennyire tud ölni a szó, így meg tudjuk ölni egymást, Krisztust, a magunk hamis tanúzásával. De éppen ebben van az evangélium is, ő meghalt azokért a hamis tanúkért is, akik róla nagypénteken hamis tanúbizonyságot tettek. És ezért van nála bocsánat és kegyelem a mi sokféle hamis tanúzásunkra is. És ha mi eljutunk oda, hogy végre nem másokat vádolunk, hanem magunkat, hogy végre nem magunkat mentegetjük, hanem másokat, akkor ő fog fölmenteni minket sok-sok ocsmány bűnünk következménye alól, amit a nyelvünkkel követtünk el. És ő ad nekünk új szívet, és akkor az új szív teljességéből szól majd a száj, és akkor a mi nyelvünk is az ő hatalma alatt lesz, és áldásá lehet másoknak. Erre gondolva, bűnbánattal énekeljük az 51. Zsoltárt. Úristen, kérlek, kegyelmezd nékem, és kegyelmedből könyörülj él rajtam. Bűneimből tőled megtisztítassam, nagy irgalmaddal védj körül engem. Törüld el az én nagy bűneimet, mosogass jól meg feltelmességimből, amikkel feltésztettem éltemet. Tisztítsad el nagy kegyelmességedből. Az 51. Zsoltár első versét imádkozzuk el. Istenünk, most, hogy ezt hallottuk, olyan szörnyűnek találjuk azt, hogy ugyanabból a szájból jön ki a te dicsőítésed és mások rágalmazása. Bocsáss meg, hogy ilyen végzetesen összetudjuk keverni a dolgokat. Bocsáss meg, hogy ilyen ellentétes tartalmak vannak a mi lelkünkben. Mi csak ugyan szeretnénk téged dicsérni, hozzád könyörögni, másoknak használni a nyelvünkkel is. És sokszor mégis ártunk, sebeket ejtünk, gyilkolunk a beszédünkkel. Isten, légy irgalmas nékünk. Meggyónjuk most neked azt, hogy sokszor akaratlanul is hamis tanúivá váltunk egymásnak.
Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor szándékosan bántottuk meg, szennyeztük be vele barátainkat. Megvalljuk a mi gyáva hallgatásainkat, kétségbe esett hazudozásainkat. És megvalljuk, hogy sokszor nem mondtuk, vagy nem úgy mondtuk a te igédet, hogy az segíthetett volna. Tudjuk, hogy épp úgy nem lehet összeszedni a szavainkat, mint a szétszórt tollat. De te számon tartod minden hiába való szavunkat. Kérünk, légy irgalmas nékünk. Úrunk Jézus, aki egészen közelről hallottad az ellened hangzó hamis tanúskodást, bocsásd meg a mi hamis tanúvallomásainkat, és szabadíts meg minket azoktól. Légy te Úr a nyelvünk fölött, a gondolataink a szívünk fölött. Hadd tudjunk téged dicsőíteni, egymásnak pedig sokat használni, egymást erősíteni a tőled kapott és megtisztított bölcs nyelvvel. Már ma, már a jövő héten. Add a te igéidet a mi szánkba. Amen.